pont az egyik alkalommal beszéltem a miskolci barátommal, Zsoltival, a Görömbölyi Miskolcnak külvárosain, ott nagyszülőknél voltam sokat nyáron, és hát ugye ő is egykorú korabeliek vagyunk, ő is 7-8 éves lehettem, amikor így elkezdtünk biciklizgetni, felmentünk, és akkor matchboxokkal elkezdtük a portba csinálni a kanyarokat, és akkor ordibáltuk meg, hát ő mondta, hogy mindig a Ranga nevét ordibálta, és akkor én nem kezdtem el, hogy mondom, ki ő, vagy hogy miért Ranga, és akkor bementünk a kis szentélybe, és akkor már ő is már fanatikusan már akkor gyűjtögette a kis erekéket, meg az ilyen dolgokat, elővette egy rakat füzetet, mondta, hogy ez itiner, ez ilyen könyv, ez olyan könyv, és akkor én így ámultam, de akkor úgy nem nagyon érdekelt, de álltott neki az udvaron egy trabant, az ő saját trabantjuk, és akkor ő azt, ugye hát mindjárt gyerekek voltunk, ami volt, fákat tett be, és akkor az volt a bukulcs, nagyon nagy buli volt, ugye hát én a kocsikat akkor is már imádtam, mégse egy matchbox, és akkor az tele volt matricázva, és akkor tulajdonképpen ott beültem abba a trabantba, és akkor kezembe nyomta a papírt, azt mondja, hogy diktáljál, én meg vezetek. És hatalmas bulikat csaptunk le abba a kis trabiba. Aztán nekem van egy húgom is, és a húgomat is volt, hogy vittem magammal, mert hogy ne legyen egyedül, és akkor utána már onnan indult el az első méterek, hogy húgomat bekötöttük, és akkor elkezdtük a trabantot tulogatni egészen a kerítésig. És akkor ez tök jó buli volt, mert a kerék már forgott, a motor nem járt, de mi brummogtunk helyette, és akkor ez volt az első emlék, ami így belém ragadt, hogy mégis mi lehet ez a ralli, vagy hogy az alap dolgok. Aztán utána elkezdett engem is érdekelni, és így jobban elkezdtem figyelni. Ugye versenyre annyira nem tudtam kijárni, nekem így családon belül azért ugye hát voltak autók, meg nagyapám még részéről sofőrség, ott is volt azért ladák, mert több lada is volt, és azért érdekelt, meg úgy vonzott a dolog, de úgy nem nagyon tudtam kijárni. Tehát nekem apa úgy nem nagyon támogatta ezt a dolgot, és így mai napig sem igazán, úgyhogy így nagyon távolra kerültem az egésztől. Nyilván, ahogy nőttem, meg mentem fel középiskolába, szerettem volna már akkor, hogy nagyobb lettem kimenni versenyekre, kijutottam barátok által, de ugye ott orientáltak a tanulmányok felé, ezért így a autószereléstől is kezdtem távolodni, nagyapám révén tanultam sok mindent tőle, de mivel annyira megborzongott bennem, amikor megláttam egy versenyautót, amikor végigment Miskolcon, hogy úgy mindig éreztem egy ilyen nagyon furcsa érzést, hogy úgy mint hogyha tudnám, hogy kéne vezetni ezt a kocsit, hogy a hangja, hogy a váltás, meg hogy amikor megcsúszott egy kocsi, és már tekerték a kormányt, hogy ezt miért tekerik arra. Tehát úgy mindig ez így fejben, így ezen gondolkoztam, elmélkedtem, de ez annyira rosszul is sült el valamilyen szinten, amikor elkezdtem versenyekre kijárni, hogy 16-17 éves lehettem, amikor azt mondtam, hogy többet nem fogok versenyre kimenni, mert olyan rossz volt a pályaszínén látni azt a sok zsigulit, hogy száguldoznak, mennek, hogy már rosszabb volt látni, mint hogy nem látni. És akkor inkább gyűjtögettem otthon a képeket, videókat, de az egyetem alatt eldöntöttem, hogy akkor inkább kimegyek valami olyan munkába, belecsapok, hogy inkább csinálni akarnám, mint hogy videókat gyűjtök, vagy versenyre járok ki. Tehát ilyen érdekes, tehát ilyen hosszas folyamat volt ez nagyon. Azt is nagy nagyszülőknek köszönhetem egyébként, azaz, hogy az pont az egyik nagyszülőnek, mivel látták rajtam, hogy nagyon szeretnék vezetni, és hogy mindenem volt a gyorsaság, mondták, hogy akkor megfinanszírozzák nekem. De féltettek, mert nem tudtam sose normálisan közlekedni, tehát én mamámtól hallom, hogy mondja, hogy a dömpert is úgy tologattam 50-nel a járdán, hogy a vér csorgott a kezemből, a biciklivel is állandóan feldőltem, mert biciklizni viszont nagyon szerettem, és féltettek egy kicsit attól, hogy ha jogosítványt szerzek, akkor én majd gyorsan fogok menni az úton is. Végül is sikerült elsőre, akkor kezdtem pont az egyetemet is, úgy adta is magát, hogy akkor már azért illő lett volna, mert azt hiszem 19 éves lehettem, amikor megszereztem, úgyhogy nagy örömmel töltött el. Az 2005-ben lett meg a jogosítványom, és akkor rá két éve vettem meg a zsigulit. Ez a zsiguli, ez volt az első. Ez 2007. március 3-án vettem meg, akkor még megybordó színnel, és akkor én ezzel jártam fel az egyetemre, annó még barátokkal,
benzinpénzt összedobtuk, és akkor mentünk fel együtt, ott volt fenn velem, és akkor úgy elkezdtem átépítgetni, csinosítani. Már akkor is tulajdonképpen tudatosan próbáltam nem azt, hogy nagy motort beletenni rögtön, hanem először fékrendszert megerősíteni egy kicsit, hogy fék más legyen, fékbetétek, akkor felni, és akkor úgy visszából alakítani az autót, hogy a legutolsó dolog legyen az, hogy a motor legyen erős, hogy én nekem is akkor még friss jogosítványom volt, hiába tudtam sok mindent, vagy elképzeltem, de a kontakt az kellett az autóval, hogy ez ugye olyan készségé váljon, ami biztos, hogy nem csak ész nélkül rohanjak bele ebbe a dologba. Úgyhogy ez volt az első autó. Ez lett utána átalakítva. Tényleg, nem is tudom, múltkor kivel beszélgettem, itt listáztam, hogy a földfúrástól kezdve szinte minden munkát csináltam, és azon matekoztam, hogy félretegyek annyi pénzt, hogy tudjak venni egy zsigulit, és amikor felmentem poénból az egyik autós oldalra, mert addig nem is nagyon volt ugye ez fejembe, hogy tudnék én egy zsigulit venni, akkor esett le, hogy nem is olyan elérhetetlen, hogy most 3-400 000 forintért vegyek, mert akkor pár nyarat dolgozok, és akkor meg tudnám venni. A két nagyszülőtől kaptam annó 100-100 000 forintot, hogy leérettségiztem, és azt a pénzt én eltettem, és az megvolt az a 2-3 évig. És akkor ahhoz hozzágyűjtöttem még egy százast, és akkor úgy mentem el Dunántúlra, Győrre megvenni ezt az autót. És akkor, hogy megvettem, akkor voltán egy éve jogosítványom, és akkor minden időt, tehát így törölgettem minden héten, és nekem az volt akkor a legnagyobb boldogság, hogy megvan, és akkor vigyázva csinosítgattam. És akkor vártam arra, hogy majd ugyan mi történik vele. És már akkor Angliában elkezdtem kijárni, dolgozni, és akkor történt egy ilyen incidens vele. Belementek a hátuljába. Pont aznap lett egyébként hátul feltéve a címke, és akivel vizsgáztattam, ő is mondta, hogy annyira gyönyörű és annyira rozsdamentes az autó, hogy ez kár lenne átalakítani versenyautóvá. És hogy így néztem rá, meg akkor is már nagyon nehezen lehetett ezeket a tűcsavarozásos dolgokat levizsgáztatva, nem lehetett betenni, nagyon-nagyon nagy problémát jelentett. És én is így átgondoltam, és mondtam, hogy inkább elteszem egy ilyen OT-s autónak. És pont azon a napon neki mentek, és teljesen a kocsinak a hátsó része a C-oszloptól tulajdonképpen megsemmisült. Úgyhogy az kiborított, amikor hazajöttem nyáron, és ott ültem egy pár órát az árokparton, az nagyon megviselt. Tulajdonképpen én akkor már ismertem a zsírpapát, és mert a szakdolgozatomat én a rally sport szponzorálásból írtam, és akkor kerültem vele közelebbi kapcsolatba, baráti kapcsolatba, és ő vetette fel, hogy ha tényleg komolyan gondolom ezt az autóversenyzést, akkor már el kéne valamikor kezdenem. És akkor ő elvitt engem egy rallyra az osztrákokhoz, akkor ideadta a VFTS-ét, vezethettem. Az egy nagyon nagy benyomást tett rám, hogy csak úgy ideadta a VFTS-t, hogy üljek be és menjek át vele, és azóta is köszönöm neki, mert az is egy olyan momentum volt az életemben, ami megint megerősített, hogy ne adjam fel. És mivel tudta, hogy mi történt a kocsival, akkor mielőtt visszarepültem Angliába, megkérdezte, hogy akkor a kocsidat akkor megcsináljuk, és mondtam, hogy hát igen, akkor átgondolom, és akkor mi legyen vele, mert nem tudtam, hogy most alakítsam vissza, vagy megpróbáljam restaurálni, vagy akkor, ha így alakult, akkor lehet, hogy ez a sorstól egy jel volt, hogy akkor legyen ebből egy versenyautó. És örülök, hogy versenyautó lett belőle, mert hát rengeteg sok kupát hozott már nekünk a Lacival, úgyhogy örülök, hogy akkor ez így alakult. Az első verseny nem ezzel a kocsival volt egyébként. Amikor az autó elkezdett épülni, akkor a papa azt mondta, hogy hát nehogy azt gondoljam, hogy majd én rögtön beülök egy VFTS-be, aztán majd megyek világba, hanem akkor ugyanúgy a kis csatár Imrével is kapcsolatba kerültünk, és őneki akkor pont eladó volt egy ázsiugulia, és akkor megbeszéltük, hogy lehet, hogy érdemes lenne azt megvennem, és akkor azokat az alkatrészeket ebbe áttenni, és akkor a kis csatár Imre tulajdonképpen ő építette át azokat az alkatrészeket, mindent az autóba, ami akkor elkészült 2013-ban. És ugye ez 2013 szilveszter rallia volt, amikor ez az autó elkészült, és ez nyáron, augusztus 11-én volt egy FRT kupa. És akkor, amikor nyáron hazajöttem, akkor mondta a papa, hogy ő benevezett engem az FRT-re. Hát teljesen lesokkolt.
meg hogy életemben nem vezettem csöves autót, és ez ugye 2013, akkor volt az első alkalom, hogy én csöves autóba be fogok ülni versenyezni, nekem sem motorozási tapasztalatom nem volt, semmiféle gokart, tehát semmi, csak az álmodozás, meg az, hogy én akarok és tudom, hogy kell versenyautót vezetni. De akkor meg lesokkolt a hír, hogy ő azt mondta, hogy benevezett engem. Hát tulajdonképpen akkor kerültem én a Lacival is kapcsolatba, mert mondta, hogy ne féljek, majd ő majd mondja, hogy mit csináljak. És akkor innen jött az, hogy mégis mi az, hogy tényleg itiner, mégis hogy mit jelent az, hogy távolságok, vagy hogy mi az, hogy egy olyan puhább gumival menni, ami nem egy utcai gumi. Az volt az első kontaktom tulajdonképpen az itinerrel, itinerírással, versenyautóval, versennyel. Mondta a papa, hogy meg a Laci is, ugye beszéltek, hogy nem ijedtem meg az autótól, jól kezeltem, úgyhogy ráadásul, tehát ez volt az első alkalom, és hogy így akkor lehet arról szó, hogy akkor majd a VFTS-be akkor ez átkerül, és akkor megnézzük, hogy a Szilveszter Rallyn esetleg hogy tudnánk akkor egy VFTS-sel menni. Azt hiszem, hogy akkor is ilyen 80-90 zsiguli indult, és úgy, az már ilyen 18. vagy 19. hely valahogy e környékén fejeztük be a versenyt az összesített eredménylistán. Úgyhogy nekem az egy jó visszajelzés volt, meg ott is, tehát nem okoztunk bajt, nem törtük össze a kocsit, amiben azért úgy mondta, tehát volt reális esély is, hogy az ember hirtelen elbízza magát, jön a nagy lehetőség, de azért fejben, meg ugye a Lacinak, mivel nagyon nagy tapasztalata van, nagyon sokat beszéltünk, és tudtuk azt, hogy ezt nagyon higgadtan kell kezelni, hogy ezt szépen folyamatosan építsük majd fel. Nyaranta dolgoztam, és többek között a Jabilban is, más cégeknél, és hát, ugye az ember azért nagy lelkesedéssel belekezd a munkába, és az a szám jön ki, hogy 100 000 forintot keresett meg az ember az egész 3 vagy 2 hónap alatt, és így akkor lesokkolódtam, hogyha én elkezdek számolgatni, hogy mikor lesz nekem versenyautóm, akkor mondom, én 60 éves ember leszek, mire oda jutok, hogy nekem versenyautóm lesz, és nagyon kedves barátommal beszélgettünk, hogy akkor ki kéne menni Angliába dolgozni, mert hogy nem is Angliába, előtte Olaszország, Spanyolország, narancsszerés, minden szóba jött, nagy ígéretek, ennyit kell befizetni, annyit kell befizetni, és akkor majd akkor lesz munka. És akkor teljesen elszántak voltunk, egyébként pont az a 200 000 forint, amiből a kocsit vettem meg később, azt gondoltuk, hogy azt én beforgatom arra, hogy én külföldre megyek majd dolgozni. De az ígérgetések miatt megelégeltük, és akkor abból a pénzből egyet gondoltunk, és vettünk repülőjegyet, és egyik napról a másikra szállás munkanélkül felültünk a vizsgai időszak után a repülőgépre, és leszálltunk úgy Londonba, hogy azt se tudtuk, hogy merre kell menni, és akkor innen indult a munkakapcsolatom, hogy akkor itt több pénzt tudunk szerezni. És jól sikerült az első év, tehát tudtunk költeni, ki tudtuk fizetni mindent, amit kellett, ki tudtunk egy kis kapcsolati tőkét is építeni, és elég úgymond akkoriban egy nagyon jó összeggel haza tudtam jönni, ami adott egy löketet és egy motivációt, hogy hát itt sokkal több és sokkal jobban lehet dolgozni, sokkal többet, és így van reális esély arra, hogy én ezt sokkal hamarabbi úton el tudom érni. És akkor ennek a következménye lett az, hogy én utána láttam egy tévéműsort is, hogy Angliában, mivel én testnevelő tanárként végeztem, földrajz testnevelés szakon, hogy akkor érdemes lenne megpróbálnom azt az álmot is kergetni, hogy akkor a tanítási szakmában a szakmámat használva
én is ugyanazt a pénzösszegehez jussak, tehát én is ugyan fizetéssel legyek, amiben az angliai tanárok, és ez egy nagyon nagy motivációt, lökést adott, hogy akkor így elérhetem, sokkal hamarabb közelbe kerülhetek az álmomhoz, mint ahogy gondoltam. És igen, most már közel 10 éve, hogy kint élek és kint dolgozok. Jelenleg az állampolgárságomat intézem, de nyilván szeretnék hazajönni. De a fő motivációm az csak az volt, hogy a versenyautó elkészüljön. Nem mondom, hogy egyszerű volt, mert azért kint is volt, hogy azért éjszaka is ültem ott az angliai utcákon a kerítésen, és így néztem a csillagokat, hogy ezt nem bírom, vagy nem tudom megcsinálni. Nyilván az ember kimegy, egyedül van, családtagot vesztett el az ember, amikor kint volt, és így elgondolkozik, hogy ez tényleg fog-e sikerülni, vagy nem, vagy gondolkozik rajta, és nagyon-nagyon sok nehéz időszakon voltam túl, de valahogy mindig az utolsó pillanatban, amikor az ember azt hiszi, hogy már megint elszakad a cérna, akkor mindig jött egy olyan pozitív dolog, ami megint csak adott egy ilyen nagy energialöketet, hogy ne adjam fel, és hogy még menjek tovább, mert nem lesz az olyan messze. Aztán hát örülök neki, hogy nem adtam fel. Tehát a versenyhétvégéink azok nagyon izgalmasan telnek, mert hatalmas szervezés van mögötte. Ez onnan indult, hogy én felvetettem az iskoligazgatónak, aki egyébként akkor új volt, és pont azt hittem, hogy egy ilyen 2-3 év után már elértem azt a szintet, hogy akkor megpróbálom felvetni, hogy hazakéreckednék egy versenyre. És ez az igazgatónő pont elment az iskolából. Ezért nagyon nagy izgatottsággal, meg félelemmel álltam elő ezzel az ötlettel, mivel én tanárként dolgozok kint, nekem megvannak a fix szabadságai, mikor mehetek haza, mikor vannak a úgymond a szünidők. Nekem nem igazán lehet extra szabadságot kivenni, igénybe vennem. Úgyhogy nagyon nehezen próbáltam előjönni ezzel a kérdéssel, de szerencsémre az iskolaigazgató nagyon nagy meglepetéssel jól fogadta, és ahogy elmondtam neki, hogy ez milyen régóta, hogy alakult ki bennem, teljes mértéken mellettem állt, és támogatott ebben. Úgyhogy így rengeteg telefonos kapcsolat addig, amíg a verseny nem kezdődik el a Laci itt a Karcsi téd műhelyében, ahol vagyunk, itt a Karcsi előkészítik az autót. Tényleg itt a Toncsiék, akiké a telep, ők előkészítik a buszt, a trélert, fel van rakva az egész szerelvény, be van pakolva, a Laci biztosítást, mindent megpróbál csinálni, elintézni. Én ugye telefonban folyamatosan kapcsolatban vagyok velük, mindig konzultálunk, hogy mit, hogy lehetne egyszerűbbé tenni, vagy megcsinálni. És általában a verseny előtt, vagy volt olyan is, hogy még tréning napot is csúsztunk, tehát nem tudtam tréningre sem teljes mértékben hazajönni. Úgy éjszaka száll le a gépem, a Laci kijön, felvesz a repülőtéren, ide kihoz, itt el van készítve, ugye, ahogy említettem, minden, kiveszem a kerékjárat, hívből a kulcsot, és megyünk le a verseny hétvégére. Nyilván nagyon kevés alvással, nagyon kevés kipihentséggel, de hát erről ugye, lehetne még beszélni, hogy ez mennyire nagy hátrány, hogy fizikálisan, mentálisan azért nem az a frissesség van bennem, mint amikor jól kialuszta magát az ember, és úgy áll neki egy ilyen versenyhez, egy ilyen futamhoz. Logisztika, amikor megérkezünk a versenyre, ugye az elő van készítve, be van pakolva a busz, de a tréningautót, ami egy kis Opel kombó, azt a Laci még ott is a felszereléseinket hozza, meg ugye használjuk, mint tréningautót. Én viszem a buszt. Tulajdonképpen nincs csapat, aki nekünk ezt viszi oda a helyszínre.
tehát mi oldjuk ezeket a dolgokat meg. Ugye nyilván ez nagy hátrány, hogy nekünk mindenhol ott kell lenni, tehát nincs olyan emberünk, aki a technikait megoldja, az adminisztratívon nyilván mind a kettőnek ott kell lenni, tehát amikor arról van szó, hogy egy tréningnapnak a közepén van a technikai és az adminisztratív, illetve hogy a technikai, akkor nekünk az egy érvágás, mert a pályáról le kell menni, és 3-4 órát mi azzal elbukunk. Nem csinálja meg nekünk senki. Úgyhogy ez megint csak a tréningnek a hátrányára megy. A szervizparkunk az pedig a barátom, a Mohácsi Ádám szokott lejönni nekünk segíteni és szervizelni, ő egyedül, de rá meg rengeteg feladat hárul, mert egyedül nagyon nehéz, meg illetve nagyon unalmas egész napot lenni, nem tud senkivel beszélni, próbál minket kiszolgálni, és pont ezért, mivel időnk sincs nagyon, tehát nem nagyon tudunk megállni, kávézni, nagyon enni se, néha a két villáskulcs között Lacival mi szoktunk szervizelni, tehát őnek is megvan az a feladata, hogy kiugrik a kocsiból, akkor megnézi a olajat, vizet, rengeteg alkalommal van olyan dolog, amit én veszek észre, lelazult a kormány, vagy valami rezgés éreztem, akkor mondom az Ádámnak, hogy a hátulját nézze meg, tehát mi csináljuk a szervizt. És nagyon sokszor szerencsénk is volt, mert például Miskolcról én is pont oda nyúltam a hűtőhöz, megnéztem, hogy ott minden jóra, és pont elpattant a hűtőnek a műanyag része, úgyhogy hűtőt kellett cserélni, de azt nem veszük észre, ugyanúgy kiesünk a Miskolcról is. Tehát van ennek jó és rossz hátránya is, de egyébként se érzem nagyon azt, hogy én el tudnám magam úgy engedni, hogy most ott van mellettem három ember, és akkor én most ott nézelődjek körbe, és akkor csinálják a kocsit, olyan rosszul érezném magam, hogy mint a manikűröshöz mennék, tudod. Tehát inkább szeretem én is kontaktban lenni a kocsival. Nyilván jó lenne, hogyha egy picit hosszabb lenne, hogy egy kicsit le tudok ülni, de akkor ne dolgozzon senki, akkor tényleg fújunk egyet, eszünk valamit, iszunk egy kávét, de így ez nekünk általában nem pihenéssel telik a szervizpark, hanem az is kőkemény munkával és azzal, hogy az utolsó percben gyorsan beúrunk, és még a szendvicset még akkor rákcsáljuk el, hogy kiérünk a következő gyorshoz, vagy úgy állunk meg még egy gyors kávéra a benzinkúton. Mindig én érkezek haza. Erről is beszéltünk, de az anyagi vonzata ennek, hogy az autót kijuttassuk, ugye nyilván itt a Lacinak is beállított munkája van, családi dolgok, a Karcsinak is ugyanúgy, aki ugye az autómat készíti fel. Ez szerintem ez nagyon-nagyon trükkös és nehéz dolog lenne, hogyha bármi szerviz probléma akár adódna, én azért nem vagyok ennyire, tehát értek a bizonyos fokig az autóhoz, bizonyos műszaki dolgokat, mert én is csinálgattam, meg tudok oldani, a Laci is, de ez egy olyan nagy falat lenne, amit csak nagyon sok pénzzel lehetne kompenzálni, illetve több idővel. És nekünk ez nagyon nehezen lehetne ezt kivitelezni. Gondolkodtunk rajta, de nyilván mivel Lada, és ebben nőttem fel család révén, meg erről álmodoztam, hogy én VFTS-sel menjek magyar közönség előtt, nekem ez közelebb is áll a szívemhez, mint hogy most én kimenjek külföldre ezzel a versenyautóval. Habár úgy hallom, hogy nagyon szeretik, meg lenne rá esetleg igény, de valahogy én mindig én akarok hazajönni hozzá. Ugye... Originál, tehát hogy real VFTS van ugye az elejére rakva. Nyilván nem a 100%-ig homológ VFTS-nek felel meg. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a Mitsubishi híd, de ez van ugye nekem is. De ez mondjuk, ez annyiból jelent előnyt, hogy mondjuk nem törik el a féltengely egy ugratás után. Inkább hátrányt jelent, mert nagyon nehéz. De minden olyan más dolog, mint az autónak a motorja, ugyanúgy Weberes karburátoros motorról van szó. A váltó eddig nekem az lenyomós egyeses váltón volt, tehát az is ugye régi fajta. Fékrendszerünk az teljes mértékben gyári orosz fékrendszer, hátul is dobfék van. Tehát tulajdonképpen ahhoz képest, hogy a mostani zsigulikban milyen technikák vannak, tehát ez az autó fényévekre van azoktól az autóktól, bár azokat is zsiguliknak nevezzük. Nyilván itt sokkal nehezebb eredményt elérni, mert sokat pótolunk bátorsággal, illetve a gumi volt még egy olyan dolog, amit akkor tapasztaltam meg én is, amikor sikerült új gumit venni, hogy az mennyit számít, hogy akkor még ott is tudunk időbe jönni.
de most már azon a szinten vagyunk, hogy minden egyes gumink olyan szinten megolvad és olyan maximumon használjuk, hogy már a gumikba sincsen egyszerűen több. Itt amivel lehetne nekünk is időt nyerni, az az, hogy a gyorsulásunk a szekvenciális váltó miatt, illetve hogy a motorunk az nem erős, tehát egy ilyen 150-160 lóerő körüli motorról van szó, amivel mi megyünk, hogy ott a gyorsulásunk lenne jobb, illetve a lassulásunk a fékrendszer miatt, hogyha megérkezünk egy-egy kanyarba, mert a kanyarsebességünk az teljesen maximum van, tehát attól már nem nagyon tudunk gyorsabban menni, és nyilván ez egy 20 kilométeres gyorsan, ezek a tizedek, másodpercek, ezek nagyon, nagyon összeadódnak a végén, ami egy brutális eredmény különbséget mutat, ami úgy jön le a nézőknek a szemszögéből, hogy fú, hát valaki nagyon leszaladt. Hát igen, nagyon leszaladt, mi is leszaladtunk nagyon, csak ez időben nem nyilvánul meg annyira, mert nekünk a gyorsulásunk és a lassulásunk az gyorsabb, illetve lassabb. Tehát pont ellenkezőleg. Tehát ez az időtöblet, amit mi gyűjtögetünk tulajdonképpen. Igen, hát az autóra vannak, igen, egy kicsit így mesél, egy picit az autóról, meg a történetéről, vagy akár rólam is. Az én a Gyula, az Otto, meg a Tóth Otto, ez annó egy kabaréban volt egy dal, illetve ebből egy elég érdekes annó, én ugye gyerek voltam, vicc alakult ki ebből, ki volt ott az én a Gyula, az Otto, meg a Tóth Otto, és ez annyira elterjedt, hogy mindenki tudta, hogy ki az a Tóth Otto, és még volt arra is példa, hogy mentünk akár étterembe is, és mondták, hogy tényleg a Tóth Ottóik jönnek ide ebédelni, vagy vacsorázni, és igen, a Tóth Otto, és személyigazolványt is nézték, és tényleg a Tóth Otto, és hogy fú. És ugye, hogy ez ennyire bennem maradt, meg akkor gyerekként is, hogy a Tóth Ottózás, így arra gondoltam, hogy mivel a versenyautókon szoktak lenni feladatok, hogy akkor én ezt a úgymond felkapott nevet akkor kihasználom, és tovább viszem ezt a humort. Vannak más jellegű dolgok is, mivel szeretjük a hülyéskedést a Lacival mindenféle töménytelen mennyiségben, így a Buzzpenceres fénykép is van, a jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb felirat a tévé bevágása. Az a kocsinak az elején szerepel, de vannak itt más feliratok is, a Mind the Gap nyilván nagyon kell vigyázni minden egyes résre, hova teszi az ember a lábát, a kezét, vagy esetleg az autónak a fenekét, mert hát bizony, hogyha megakad, akkor könnyen kiesik az ember, és az nagyon rossz tud lenni, utána a pálya széléről nézni a verseny. Úgyhogy ez egy ilyen emlékeztető mindenkinek, ugye a nézőknek is, hogy azért ők sem menjenek túl közel a pályához. Akkor ugye az angol zászló is, meg ugye nyilván ez is egy angol logó, hogy a kinti munkát tükrözi. Nagyon sok szponzorunk tulajdonképpen nincsen, relatíve nem is nagyon van. Úgyhogy így a kocsinak a legnagyobb felülete az szabad. Úgyhogy akkor így azt gondoltam, hogy azért annyira csupasz ne legyen, csak fel kéne öltöztetni. Úgyhogy így egy kicsit így ilyen viccesen, vagy kicsit színesebbé akartuk tenni az autót. Jön a rönkös, bal négy rönk, és 100, bukkan, utána 50 és jobb 3-34 rönk, jobb 3-34, itt a 4-es része nyílik, 100, sima bal, és sima bal rönk, sima bal, és sima bal rönk, itt a sima bal rönk, utána 50 és jön egy bal 4 rönk. Jobb 3 rönk, kenet volt, és bal 44 rönk. Nekem a rallival igazából műszaki oldalról indult el a kapcsolatom, közlekedés gépész vagyok, és anno akkori 80-as években elég jó nevű versenyző Baldauf Attila ismerőseivel kerültem kapcsolatba, és akkor így Attila megkért, hogy járjak el, segítsek neki szervizelni. Szintén egy ás radáról beszélünk, ő azzal versenyzett, és akkor így fokozatosan egyre mélyebbre kerültem a rallisportba.
Tulajdonképpen maga az adminisztrációs része az pedig még régebbről megvan, mert egy ifi koromban enduroztam, aminek maga a verseny folyamata nagyon hasonlít a rallyhoz. Ugyanúgy vannak etapszakaszok, gyorsasági szakaszok, utána ezt a része ez is szépen így lerakódott bennem, és tulajdonképpen a 90-es évektől pedig a rallyban aktívan részt veszek, úgy közel 30 éve rally sportban. 90-es évektől zsírpapával kezdtem el rallyzni, nekem is volt vezetői licenszem, licenszámom 222, gondolom az ez a sorozatszám az utal valamire, és akkor ővele kezdtük másodosztályba, akkor ott abban az időben még volt egy olyan megfelelés, hogy kellett eredményeket elérni, úgyhogy ott a pontokat összegyűjtöttük, és akkor kaptuk meg a rally első osztályi licenszünket, és utána már akkor a ORB-be folytattuk. A zsírpapában olyan 15 évig mentünk, és helyel közel volt még, aki úgy elég ismert, kis csatár Imre, ővele is egy jó pár versenyen indultam, így felváltva velük. Hát a navigálás tulajdonképpen ilyen értelemben abban az időben nem létezett olyan, hogy rally suri, tehát ebben az értelemben tanultam, hogy én a motoros oldalról az enduro, tehát tudtam, hogy mi a logikája, meg mi a időre kell érkezni percre. Ott is ugyanez a büntetési rendszer volt, ezt így könnyen tudod adaptálni a rallyba, és azzal, hogy én jártam a versenyekre, akár szervizesként is kapcsolatban voltam a versenyzőkkel, és ott tulajdonképpen így átvettem tőlük ezt a tudást, és utána ezt hál' Istennek sikerült is adaptálni a versenyekre a sporttársaimmal. És Ottóval 6 éve kezdtünk el versenyezni, az Ottó úgymond egy idézőjelben, mint rallis pilóta, kezdő pilóta volt, és akkor először egy ilyen teszt jellege, hogy mégis egy picit az alapokat fektessük le együtt. Ottó egy sportember, alázattal rendelkezik, ami én is úgy érzem, hogy én is, ezért nekünk a személyesünk, jellemünk nagyon jó passzolt, én úgy érzem, és akkor az volt a lényeg, hogy Ottó megértette, hogy hogy jó lenne gyorsan menni, esetleg majd későbbiekben nyerni, de ezt föl kell építenünk. Hát ez az ő tudása, a sportélettan egyéb, ez pontosan a tervezéshez ő is ért, és akkor így fölépítettük, hogy először is írjunk egy egységes nyelvű itinert, hogy amit én mondok, ő ugyanazt érti rajta, ami nagyon fontos szerintem, csak így közben megjegyezni, hogy nekem mindig fura, hogy pilóták, versenyzők hol egyik, hol másik navigátorról mennek. Én ezt annyira nem tudom értelmezni, mert én úgy érzem, hogy Ottó van nekünk egy nagyon komoly bizalom, egy egységes itiner értelmezési rendszert alapítottunk ki. Én hirtelen nem is tudnám elképzelni, hogy most magyar úgy mond, amit ő informál, csak visszaolvassam. Nem érzem, hogy ott hol tudok segíteni. Így Ottó is úgy érzem, hogy értés elismeri, hogy a kettőnk információjával és az ő tudásával így szépen tudjuk ezt úgymond eredményé váltani, és nekünk ez így bevált, hogy megvan, hogy milyen szisztémával írjuk az itinert, földolgozzuk a pályákat, megkeressük a gócpontokat, mert hál' Istennek most már elég jó tempóval közlekedünk, nagyon fontos. A biztonságunkra is kell, hogy odafigyeljük, mi ezt komolyan vesszük, tehát igazi sportnak tekintjük mi minden szempontból. Hát Ottónak igazából én úgy érzem, lehet, hogy valamilyen képe volt, mert egy érdeklődő ember, tehát azért alapos, de igazából elfogadta azt a úgymond tapasztalatú tudást, amit én felkínáltam neki. Igazából én vittem, itinerírásnak is többféle módozata van, lehet írni kanyarfokozatra, mi sebességre írjuk, a ladához az mi úgy érezzük jobban illik, és nekünk azért volt fontos, mert Ottóval megértettem, hogy ha majd elkezdünk gyorsulni, elkezdjük az autót fejleszteni, mert ezek is folyamatában megtörténtek, tehát más tempóval, máshogy érkezünk oda, akkor az itinerünk is változni kell, nem kőbe vésve, de maga az alap dolgokat nem rúgjuk föl, de más szempontok szerint fogjuk megélni az itinert. És akkor ezt ő elfogadta, hogy mi sebességfokozatra írunk itinert, letisztult, egyszerű itinert írunk, nem felesleges információkat, nem
közünk egymással, mert utána azért a stressz, a adrenalin hatás alatt az elveszik úgyis, értelmetlennek tartom én. Úgyhogy ezért én is átjártam, hogy nem szövegeket írok, jeleket. Tehát, hogy én is abban a pillanatban, a stressz helyzetben én fölismerjem, jelekkel írom le úgymond az információt. Nem írom le, hogy tő, fa, meg bukkanók, hanem ezeket mind úgymond ikonokkal, jelekkel helyettesítem, és én úgy érzem, hogy egész jó bevált. Néha persze velem is előfordul, hogy eltévedek a úton, mert hogyha nem tudunk annyit, sajnos előfordul tréningezni, mert ottanak munkája, mivel hogy nem itthon dolgozik Angliába. Nekünk sokkal úgymond érzékeljük, hogy kevesebb jut a tréningezésre, ezért nekünk inkább egy alaposabb, de biztonságosabb itinert írunk. És nekem a kontroll igazából, amikor már harmadszor mennénk végig, én akkor tudok úgymond nézelődni, visszacsatolást keresni a pályán, mert addig úgymond lehajtott fejjel kezdem én az interneten, szinte azt sem tudom, csak értem, hogy érzem, hogy hol járunk a kódból, a betűinkből, és ha ez nincs meg, akkor egy kicsit mondjuk akkor nekem az úgy nem olyan jó komfort, de az iparkodunk, és ezért mi nagyon hozzászoktunk, ráálltunk, hogy itiner. Úgy érezzük, hogy bárhol úgymond a világba leraknak egy idegen pályára, háromszor félírjuk, szerintem 90-100% között tudnánk teljesíteni, ami én úgy gondolom, hogy visszajelzés a abszolvált időinkből, mert mi nem szoktunk olyan igazán nagy javulásokat produkálni, pont azért, mert szerintem mi elsőre is elég jó betalálunk arra a pályára földolgozásra, és úgy olyan sebességgel végig tudunk menni rajta, ami igazából nem túl sok van. Hál' Istennek nagyon jó az összhang, úgyhogy attól függetlenül, hogy egy kicsit korosztályban eltérőek vagyunk, de szerintem ott úgy érezzük, mintha teljesen egyiválások, szinte egy korosztályban vagyunk. Mint említettem, nekem 4 nagylányom van, a fiatalosságot tőlük visszakapom én, az információt, úgyhogy abban a információs közegben élek, úgy, mint az Otto a korának megfelelően, és szerintem egyelőre még föl tudom venni a ritmust, úgyhogy sokat, mi nagyon szeretjük a humort, alkalmazzuk, használjuk, nem mindig értik mások, de mi nagyon jól érezzük. Tehát mi tényleg jól érezzük, és nem csak képmutatásként mondom. Mi ezt élvezzük, szórakozunk, mert szokás versenyzőnek mondom, hogy csak szórakozni jöttünk. Mi is szórakozni is, de mi minden versenyt komolyan veszünk. Nem egy-két TK-t túléltem. Előtte említett zsírpapával, aki Eger Rallin egy ilyen 165, ilyen gondolom annyit mehetett, mert 5. padlógázon utaztunk. A gyorsasági szakasz végén lecsúsztunk a útról, és ott háttal partoldal. Utána megtapasztaltam, hogy mi az, hogy a villany leolt, mert ettől a lassulástól szó szerint egy pár tizedre, mert a levegőbe pörögtünk és talpra érkeztünk, ugye nem borultunk föl, de arra úgymond ébredtem föl, hogy fekete-fehérben látok egy pár másodpercig, utána nagy villongás, gondolom, hogy a agyba vérkeringés visszatért, aztán hál' Istennek a színek is megjöttek. De ott tapasztaltam, hogy azért ez a lassulás milyen mértékű, milyen mechanikai hatásokat maga a szervezetre. Hál' Istennek ott különösebb bajom nem lett. A kiscsatár Imrével Miskolc Rallin Bükszentlászlói gyorsasági szakaszon mondjuk egy nem túlzás, olyan 90-nel lecsúsztunk egy bal hármas kanyarba lefelébe. Ott mondjuk a én oldalam alatt álltunk meg nullára, mert sziklának mentünk. A praclival rögzített szélvédő az 30 méterre repült a útra. Hát a nyakamat rántottam meg ott a falcsontom eltört. Tehát az egy olyan mértékű, olyan mechanikai behatás volt, hogy hál' Istennek ennyivel megúsztam. Tehát nem volt semmi kerincszerű, de a falcsont sajnos az egy 3-4 hónapos szenvedés volt.
de hál' Istennek ennyivel megúsztam idáig a pár. Esném többször volt, de nem volt, hál' Istennek, ennél komolyabb sérüléssel járok. Természetesen aggódnak, de elfogadják, mert tudják, hogy úgy kell nekem, ez mindegy falat kenyér. Tehát én nekem az a józan bolond kategória, meg vágy, ezt akceptálják. Tehát nagyjából elmagyarázom, hogy a közúti autózás én szerintem sokkal veszélyesebb. Itt tudatosan megyünk gyorsan, védőfelszerelésbe, védőrendszer, bukóketrec az autóba. Jó állapotú autókkal megyünk, főleg a Ottónak autója az egy nagyon jó állapotú, jó, nincs elrohadva, meg van erősítve, előírásoknak minden megfelel. Tehát ettől fogva sokkal biztonságosabb, mondjuk nem bántás egy Suzuki Swift-tel kikanyarodnék egy főútra, és ott 60 a oldalba találnának nekem, mint köszönjenek. Szerintem az sokkal veszélyesebb, mert ez egy tudatos veszély, én ezt úgy érzem, hogy ettől biztonságosabb. És komolyan veszünk, vigyázunk egymásra. Tó, főleg nekem így egyszerű volt, hogy ő elfogadta azt a útmutatást, amit én itiner oldalról nekem biztonságérzetet ad, és úgy érzem, hogy azzal biztonságosan jó információkat tudunk versenyezni. Ettől én nagyon komfortosan és biztonságban érzem magam. Én legalábbis majd ottól visszagazolja, én nem érzem, hogy félnék, nem szoktam ilyen értelemben belassítani. Biztos, hogy van, amikor én visszafogom, de az tudatos, de szerintem ezt elfogadja, hogy annak megvan az oka. Tehát ha úgy érzékelem, felhordások, esetleg vizes talajváltozás, egyéből pára lecsapódás, ha rutinból is persze, mert hát, hogy sokszor közlekedtem azért ilyen szakaszokon, de ilyenkor észre se veszem talán, akkor ez nem tudatos, de én figyelmeztetem, vagy szólok neki, hogy akkor itt más íven menjen, vagy jobban fékezzen, de utólag ezt a felvételekből szoktam észrevenni, hogy én esetleg próbálok neki plusz infót adni, ami ott föl se tűnik, de megfogadja. Én ezért, mivel hallgat rám, én hallgatok ő rá, tehát ha ő javasol valamit a pályafeldolgozáskor, itténes íráskor, én is inkább végig gondolom, és azt mondom, hogy igaza van, mert tényleg hát itt a eredményesség a fő szempont, ezért gyorsulnunk kell, én hajlandó vagyok őt ezzel kiszolgálni. 2018-ban Ottóval hobbikárban a History Kupa égisze alatt futott, akkor bajnokságot nyertünk, de nem csak a 1.6-os VFTS kategóriánkban, hanem a 2 literesek között is abszolút bajnokok lettünk, és az elmúlt években több második helyen is végeztünk, éves szinten is, meg sok versenyt, most már így kimondhatom, talán szerintem, hogy megnyertünk, és elég jó eredményeket, tehát mikor még a hobbikár kategóriában mentünk a historik bajnokságban, akkor is figyeltük az ORV időket, mert hát mivel, hogy ez sportszellem van bennünk, igenis ott voltunk közel hozzájuk. Nekünk, én nagyon szeretem ezt a ladát, mert ez igazából egy igazi lada. Ez úgymond mai szóhasználata nem űrlada, hanem ebben tényleg egy 1.6-os homolog VFTS motor van, és fékrendszer minden hagyományos. Nincsen benne szervó, nincsen rásegítés. Úgyhogy tulajdonképpen ez a Viniusi eredeti tervezett modellnek megfelelő ez az autó. Említettem, ebben a motor tud segíteni, testnevelő tanár, és mivel én is ifikorom óta sportolok, tudom, hogy nagy megterhelés, mert úgy, ahogy a órákban, napokban előre haladunk a versenyen, ezért fogy az energián koncentráció, ezért tudjuk, hogy hidratálnunk kell, folyadékot bevinni, és igazából nem nagyon szoktunk kávézni, de a nap vége felé, mikor már 8-10. Gyorsrágú út vagyunk, akkor tudatosan úgymond fel kell pörgetni magunkat, mert igazából ekkor van, ez nekem saját tapaszt élmény csalódás, hogy harmadszor vagy másodszor végigmegyünk a gyorsasági, és hú, most de jót jöttünk, és az eredmény azt mutatja, hogy 10 másodperccel rosszabb. És az igazából ebből adódik, hogy mást érzünk, és mást tudunk végrehajtani abszolválni a pályán. Ez mind a koncentráció hiánya, érzéki csalódás, úgyhogy mi megtanultuk, hogy nem szabad leengedni, nekünk föl kell pörögni, és oda tenni magunkat, mert azt fogjuk hinni, hogy jót megyünk, és
egy-két másodpercet tudunk jobb időt, de ez mondjuk abból is adódik, hogy mi elsőre is próbáljuk kimaxolni. Hát igazából megmondom szintén, hogy úgy, mint társadalmi szinten ez a sporttársadalomba is beívódott. Maga az emberi viszonyok, magatartások nem olyanok, mint régen voltak. Hát régen mondjuk úgy gondolom, úgy, mint nektek ez lehetőség, de akkor én dolgoztam a médiában, a Magyar Távirodánál több mint 20 évet. Hát akkor igazából abból egy létezett. Most nagyon sok kicsi, sok média mag úgymond működik, úgy, mint ti, további piaci szereplők. Én ezt így, mivel össze tudom hasonlítani, ez nekem szimpatikus, úgy érzem, hogy nyitott, jól működik. Igazából ez jobban támogatja a sportolókat, sokkal barátibb, ember közelibb ez a működés. És viszont emberi viszonyok meg azok változtak, hogy nincs, akkor volt barátság, már igazából ez nem létezik. Az a baj, hogy mi hajlandóak lennénk ottóva szerintem erre, hogy sporttársak, de ezt nem érezzük. Inkább mindenki ellenfél. Ez nekem egy picit fájom, mert ha kell a italomat, kenyerünket megosztanánk mással, de teljesen kizárás. Tehát azt érzékeljük, hogy nem nagyon állnak velünk szóba, abban a pillanatban, hogy mondjuk eredményt, vagy veszélyeztetjük az úgymond az ő eredményüket, akkor már tartózkodás, holott nem értjük, mert ez egy verseny, egy nyitott verseny. Szerintem meg pont az a lényege a versenyszellemnek, hogy mérjük össze magunkat, mérjük, de a emberi kapcsolatokon sajnos ilyen zárkozottak lesznek. Tehát ez a része így az elmúlt évtizedek a ralliban nekem idézőjelben nem szimpatikus. Tehát nem érzem ezt a úgymond bajtárs, sporttársa is környezetet. Ez megváltozott. Lehet, hogy vannak olyan okok, amit én nem érzékelek, de én nagyjából így alapjában ezt látom. Realizás számomra? Hát mondhatnám azt is, hogy mindent, mert ezért építettem fel a 20-as, 21 éves koromtól, 20-as éveimtől tulajdonképpen az életemet, hogy ezt meg tudjam valósítani. Ugye nyilván valamilyen szinten sportolóként is, testnevelő tanárként is tekintek erre a sportra, és itt azért a biológiai óra az ketyeg. Tehát itt a reflexek, az izmok, itt minden változik, és ha tetszik, ha nem, ez csak romlik az idő előre haladtával. Tehát ez nekem muszáj volt, és nem lehetett mást előtérbe helyezni, mert hogyha ezzel várok, akkor így is nagy hátrányban vagyok, mint azok a gyerekek, akik már 4-5-6 éves koruk óta van lehetőségük gokartozni, vezetni, olyan készségeket, olyan dolgokat tudnak, izomagy kapcsolatokat kialakítani, amivel nem lehet felvenni a versenyt, mert soha nem leszek olyan jó pilóta, mint egy VRC-ben vagy egy ugye világbajnokságon versenyző pilóta. De mivel tanuljuk, elemezzük, azért van lehetőség fejlődni, de nem ugyanúgy. Így nagyon sok minden. Tehát nekem ez volt a motivációm az életben, ez vitt előre, hogy más életnek a más területén is, hogy kitartó legyek, vagy hogy menjek, hogy mellette nekem ez úgymond a hülye hóbort, ami lehet, hogy nem abban nyilvánul meg, hogy én minden más rossz vagy káros szemberére költöm el a pénzemet, hanem én próbálom erre, és ezzel együtt haladni most már, és próbálni majd fókuszálni családra úgy, hogy nem kell annyi időt talán a jövőben elvennem tőlük, hogyha ha ez is megvan mellette. Nagyon sok a kérdőjel azzal kapcsolatosan, hogy mi lenne a következő cél. Az egyik célom az lassan az lenne, hogy hazaköltözni Angliából.
mert nagyon nehéz és nagyon sok időt vesz igénybe mindenki részéről, hogy ezek a dolgok összeálljanak egy-egy versenyre. Nyilván, hogyha itthon lennék és lenne lehetőségem jobban fókuszálni arra, vagy hogy megnyílálnak kapuk esetleg más autóval való versenyzésre, akkor nyilván ugyanúgy azzal a elszántsággal, munkaerővel állna neki az ember. De egyelőre én örülök neki, hogy tudok, vagy remélem, hogy tudunk így a Lacival lubickolni ebben a Lada szeretetben, hogy a közönség továbbra is ennyire szereti, mert egyelőre engem az, meg minket kifizet az, hogy a közönség szereti, várnak minket, hallom a barátoktól, hogy a nevünk felcsendül egy-egy helyen, az ásztót belengetik elénk, tehát ezek nagyon jó élmények, amiket lehet, hogy más autóval, más márkával nem kapnék meg a Laci se, mind a kettőnknek ez egy úgymond egy ilyen államautó, úgyhogy hát igen. A barátoknak azért meg kell köszönni, akik körülöttünk vannak. Kezdem Lacival, mert ő a fő kontakt, aki intéz mindent, de a Martin, aki előkészíti édesapjával itt a dolgokat, a Karcsi Trade, aki az autót készíti fel patika állapotban. Nekünk ugye szervizünk nincs, tehát ez nagyon-nagyon sokat számít, hogy egy jól felkészített autó van. De a Dornai Tibi barátom, akivel azt mondhatom, hogy baráti kapcsolatba kerültünk, ellenfelek voltunk, de baráti segítség folyamatosan jön tőle. Ugye eddig mindenféle támogatás nélkül mentünk, de a Büttösi Zsolt által a Zsomarkertől kaptunk némi támogatást az elmúlt két évben, ami nagy segítség volt, illetve a Rally Feeling, aki követ minket egész évben, azaz tulajdonképpen az egész pályafutásunkat követi videókkal, interjú megjelenésekkel. A Lucu Promotion-től kaptunk segítséget, ami azt hiszem, hogy a legnagyobb segítség volt, amit valaha kaptunk, mert ott gumi támogatásként kaptunk tőle, boxot kaptunk tőle kedvezményként, tehát az volt azt hiszem, hogy eddig legnagyobb. És most idén pedig az InterEurope Team rally csapatába fogunk versenyezni, és onnan kapunk némi segítséget, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük ezt a lehetőséget, mert nekünk minden morzsa tulajdonképpen számít. Tényleg hatalmas köszönet mindenkinek, aki itt szurkol, velünk tart, illetve segít nekünk. Saw you at the corner of my eye. Why don't you just blow my mind? If I could just get you alone.